Április 22-én rendezte meg a Városvédő és Szépítő Egyesület a Vécsei Emléknapot a Galambos Parkban. A rendezvényen állatsimogató, hagyományőrző huszár bemutató, mese színház várta az érdeklődőket. 2007-ben gondolkodtunk azon, hogy az alvégnek is valamiféle falunapot kellene rendezni, és így jött az ötlet Garsi Zoltántól, hogy akkor mindenképpen vécsei emléknap legyen ez a családi nap. Ugye az évek során kiforta magát bizonyos szempontból, bár mindig az időjáráshoz muszáj alkalmazkodnunk időpontban, amikor kiválasztjuk a dátumot, akkor még nem tudjuk előre, hogy milyen az idő. Most egy kicsit hűvös van, remélem azért sok család ki fog még látogatni. Boka Gábor színháza már nem először van itt a Vécsei Emléknapon. Ő János Vitéz produkciót hozott, a hori horgas érkeznek nem sokára, akik óriás bábosok, és gólyalában adják elő a műsoraikat, és igen izgalmas gyermektörténetek, mesék, amik náluk láthatóak. És természetesen a huszárok nem maradhatnak el. A Hertelendi Gábor huszárregiment most már többedik alkalommal a vendégünk. Van állatsimogató, valóban van, vannak Márányaink, vannak kecskék, és hát a, a nyuszik fő kedvencek. A 2013-ban alakult Szolnoki Hertelendi Gábor Huszár Regiment ebben az évben is színesítette a Vécsei Napot. Célunk volt, hogy a hagyományápolást kiterjesszük, illetve észeltük azt a tényt, hogy Szolnokon, meg Szolnok megyében nincs még hagyományőrző egyesület, mely a huszárságot képviselné. Éppen ezért hagyományőrző célzattal ö, alakultunk meg, és hiánypótló célzattal. Jelenleg heten vagyunk a Heltelendi Gábor Huszár Regimentben. Általában a hagyományőrző huszárcsapatok 1848-49-et testesítik meg, mi viszont egy korral előrébb, 30 évvel előrébb a napolni korszakot ö, képviseljük. Ez sok szempontból ö, pozitív. Egyrészt azért, mert nincsen ilyen hagyományőrző csapat Magyarországon, vagy legalábbis nem nagyon létezik ilyen csapat. A másik pedig ö, felszerelésben és eszközökben sokkal díszesebb ez a Napoleoni korszak, mint az 1848-49-es korszak. A bábulnai minősítő alapprogramját lovagoltuk mi most le, és a Vécsei napon ezt mutattuk be. Ez a bábolnai alapminősítés, huszár alapminősítés, tavaly volt szeptemberben, és egy normál katonai hagyományőrző csapat így kell, hogy szerepeljen. Tehát vezényszóra kell, hogy végrehajtsa a feladatokat, illetve az aláfölé rendeltségnek mindenképpen meg kell jelennie a csapatban. A Városvédő és Szépítő Egyesület a jövő évben is megrendezi a Vécsei Emléknapot.